Köszöntöm nézőinket! Önök a minden hétköznap jelentkező Budakalász Ma című hírmagazinunkat látják. Következzenek legfontosabb híreink röviden. Kutatómentők. Elismerő oklevelet kapott Balázs László, a szolgálat vezetője. Útjavítás. Csütörtök reggelre megnyílik a forgalom előtt a Pomázi út mindkét sávja. Nyílt nap. Az eseményen az érdeklődők tájékozódhattak a technikumi és szakképzőiskolai képzési lehetőségekről. Nyílt napon vettünk részt stábunkkal a budakalászi fiatalok körében is kedvelt Váci Szakképzési Centrum Petzelt József Technikum és Szakképzőiskolában, ahol az érdeklődők tájékozódhattak a technikumi és szakképzőiskolai képzési lehetőségekről. Az iskola pezsgő vidám hangulatban várta az érdeklődőket. A termekben palacsinta sült, koktélt kevertek, a süteménykészítést is ki lehetett próbálni. Ott Adriánt, az intézmény igazgatóhelyettesét kérdeztük, a minden évben egy egyszer megtartott színes, részletes és informatív programról. A 8. osztályosokat várjuk szüleikkel. Ilyenkor bemutatjuk az iskolánkban megtalálható szakmákat, amiket a következő tanévben elindítunk. Nagyon érdekes, mert minden termet berendeztünk egy szakmának, és a diákok már előre kiválaszthatják, hogy melyik szakma érdekli őket. Ott eltöltenek 15-20 percet, a szakácsok, cukrászok kicsit főznek, kicsit sütiket készítenek, a pincérek koktélokat készíthetnek, a karosszélalkotósok megnézhetik, hogy milyen munkát végeznek majd a műhelyben, a kereskedők dobozokat csomagolnak, és most jövőre elindul egy új szakma, az oktatási szakasszisztens, ők pedig a pedagógiai munkát segítő kollégák lesznek, úgyhogy ott pedig igazából ilyen kézműves foglalkozások, beszélgetések, a szakma bemutatása, és hát az egyik legkúrensebb szakmánk az informatika, az is bemutatkozik az egyik teremben. Az intézmény évek óta rendszeresen megtartja nyílt napját, amelyet az előző évek tapasztalatai alapján folyamatosan fejlesztenek és alakítanak. Céljuk, hogy a térségből érkező diákok minél több információhoz jussanak, és élményekben gazdag programokon vehessenek részt. Ez egy nagyon jó hangulatú, laza, kötetlen nap, amikor a diákok kérdezhetnek, belekóstolhatnak abba, hogy mit is fognak itt tanulni, milyen szakmát is szeretnének, és hát azt gondolom, hogy ez nagyon jó élmény nekik, mert amikor következő tanévben már itt kezdik a 9. osztályt, akkor már azért van valami rálátásuk, hogy milyen iskolába jönnek, milyen tanáraink vannak, és egyáltalán hogy fogják érezni magukat itt. A legtöbb diák két ágazati szakra jelentkezik, amelyek az iskola fő profiljai is, a vendéglátás és a kereskedelem. A vendéglátásnak az ágazatának az osztályai nagyon magas létszámúak, tehát ott mindenféleképpen egész osztályok indulnak el. A karosszérialakatos, kereskedő, rendészet, ezek általában úgy indulnak el, hogy fél-fél osztály, tehát két szakmát összeteszünk, és akkor a két szakmából lesz egy osztály, de természetesen alkalmazkodunk mindig ahhoz a helyzethez, amit már nyáron látunk, hogy a jelentkezések alapján a felvételi lista hogy alakul, és hát az utolsó pillanatig is tudunk alakítani a létszámokon. Az iskola biztos alapokat nyújt tanulóinak, akik így a végzést követően jó eséllyel azonnal el tudnak helyezkedni a munkaerőpiacon. Hiszen a duális képzés pont arra ad lehetőséget, hogy a diák, aki az iskolai évei alatt már a szakmában dolgozik egy duális képzőhelyen, ott már, amikor itt a szakmai vizsgáját letette, állást is tud kapni, el is tud helyezkedni. És beszéljünk még arról, hogy a továbbtanulás lehetősége is ott lebeg a technikusi osztályokban végzett diákoknál, hiszen együttműködést építünk ki egyetemekkel, ahova a diákok, a tehetségesek, akik szeretnének egyetemre járni, jó jeggyel rendelkeznek, egyenes úttal be tudnak jutni. A Petzelt József Technikum és Szakképzőiskolában két képzési forma érhető el. Az 5 éves technikusi képzés során a diákok érettségi bizonyítványt szereznek, miközben szakmát is tanulnak. Míg a 3 éves szakképzésben kizárólag szakmai végzettséget kapnak érettségi nélkül. Általában ezek azok a diákok, akik tovább szeretnének tanulni. De aki a 3 évesben csak úgymond a szakmát tanulja, ő estén tovább tudja tanulni az érettségit, és 2 év alatt meg is tudja szerezni. A közelmúltban Egerben megrendezett 3 napos szakképzési szakértői konferencián megerősítést kaptak azzal kapcsolatban, hogy a szakképzésnek fontos szerepe van az oktatási rendszerben. Tudtuk meg az igazgatóhelyettes beszámolójából. Szerencsére a statisztikai adatok azt mutatják,
hogy egyre több gyerek jelentkezik a szakképzésbe. Mégpedig pont ezért, mert nem csak érettségit szeretne szerezni, mert nem biztos, hogy akar utána egyetemre menni, hanem szeretne egy szakmát kapni ez alatt az 5 év alatt, míg ő az iskolába jár. És ez a rendszer erre tökéletes megoldást kínál a diákoknak, és azt gondolom, hogy tényleg ezek az eredmények már jönnek, mert a duális képzőhelyektől jönnek a visszajelzések, hogy igenis a 13. osztályban végzett tanulókat szeretnék alkalmazni, mert nagyon jó munkaerőt képeznek saját maguknak. Tehát ez egy nagyon jól felépített rendszer lesz előbb-utóbb, és a szülők is egyre jobban látják, hogy mennyire népszerű ez a technikusi oktatás, és mennyire hasznos a diáknak. A fizikai munka egyre kevésbé népszerű a diákok körében, fogalmazott az igazgatóhelyettes. A gondolkodásukon kell változtatni, és igenis meg kell nekik mutatni, hogy a kétkezi munka, a fizikai munka ugyanannyi pénzt tud termelni az ő számlájukra, és ugyanolyan sikeresek tudnak lenni, mint akár egy jogász vagy egy orvos. A nyílt napon először az igazgatónő bemutatta az iskolát és a szakokat a diákoknak, majd az igazgatóhelyettes is beszámolt a náluk elérhető szakmai képzésekről, a duális képzőhelyekről, az iskola partnereiről és arról, hol van lehetőségük elhelyezkedni a szakok elvégzése után. Az intézmény nyílt napja mindig regisztrációhoz kötött. És ezután az 1 órás előadás után a mi kis mentorkáink, akik az iskolában segítik a munkánkat, viszik termekbe a diákokat, ahol már megnézhetik azt a szakmát, amit kiválasztottak. Ezen kívül nyílt óráink is vannak, történelem óra, angol óra, német óra, amit szintén megnéznek a diákok, utána van egy kis előadás az Erasmus utazásainkról, és egy csoport pedig a tehetséggondozás mutatja be, hogy hogyan tudnak a tehetségesebbek versenyeken indulni, és aztán később esetleg egyetemre jelentkezni. A Váci Szakképzési Centrum Petzelt József Technikum és Szakképzőiskola képzéseiről bővebb információt az intézmény hivatalos oldalán találnak. A lefektetett nagy átmérőjű vízvezeték sikeres nyomáspróbája után elkezdődhetett a Pomázi út burkolatának helyreállítása. Mostanra a teljes útpályán elkészült az aszfalt. A kivitelező Penta Kft. Tájékoztatása szerint szerdán kisebb utómunkák elvégzését követően előreláthatóan csütörtök reggelre megnyílik a forgalom előtt a Pomázi út mindkét sávja, az utca teljes hosszában. Közben az önkormányzat megbízásából városszerte zajlik a kátyúzás. A munkálatok 15 utcát érintenek, és megközelítőleg 500 négyzetméter úthibát állítanak helyre. A Pest vármegyei kutatómentő szolgálatnak a rendőrfőkapitánysággal való évek óta tartó kiváló együttműködése elismeréseként Lauda Zoltán rendőr dandártábornok, a Pest vármegyei rendőrfőkapitányság vezetője emléktárgyat, valamint elismerő oklevelet adott át a szolgálat vezetőjének, Balázs Lászlónak. Az elismerés átadására nemzeti ünnepen október 23-án került sor. A Pest vármegyei kutatómentő szolgálat hazai és nemzetközi szinten elismert, szakképzett személy állománya számos eltűnt személy felkutatásában vett részt már eredményesen, bel- és külföldön egyaránt. Az elmúlt időszakban számtalan személykeresési bevetésen vettek részt, valamint együttműködő partnereik egyre szélesebb körben kérik a segítségüket Magyarországon. Szakmai kihívások és elvárások nem csak az ország területén belül várnak rájuk, hanem egyre több alkalommal vesznek részt külföldi gyakorlatokon, versenyeken, bevetéseken, valamint a nemzetközi szakmai fórumok is jegyzik már létezésüket. A Pest vármegyei rendőrfőkapitánysággal közel 15 éve működik együtt szolgálatunk. Ennek voltak szép pillanatai és kevésbé szép pillanatai, itt ugye a közös munkákra gondolok leginkább, de talán ennek a 15 évnek a megkoronázása az, hogy a rendőrfőkapitány úr elismerte a szolgált munkáját, és abban a megtiszteltetésben volt részem, hogy átvettem a csapat nevében egy emlékérmet, ami gyakorlatilag egy köszönet mindazért, amit eddig tettünk Magyarország állampolgáraért, illetve itt az eltűnt személyek felkutatása során tanúsított kimagasló helytállásunk, valamint a beletartozott a most a Dunán levonuló árhullám alatt nyújtott tevékenységünk is. Idén 70 millió forintos támogatással segítette a Profili Alapítvány a Pest vármegyei kutatómentő szolgálatot. A Phoenix névre keresztelt drónnal a szervezet hatékonyabban segítheti a hatóságok munkáját.
A Profili Alapítvány az alapvetően a Mészáros csoportnak egy olyan alapítványa, aki a jótékonysági ügyeket koordinálja, és azokat bírálja felül és vizsgálja, hogy milyen összegben és milyen dolgokat érdemes támogatni. Azt tudni kell, vagy sokan tudják, hogy a Mészáros Alapítvány azért hosszabb ideje van már kapcsolatunk, tekintettel arra, hogy kaptunk már 2020-ban egy 25 millió forint értékű gépjárművet tőlük, és egy olyan ötlettel kerestük meg a tulajdonost, hogy lenne egy olyan drón a nagyvilágban, ami nincsen Magyarországon, sőt a szomszédos országban sincsen, viszont alkalmas arra, hogy emberi életeket mentsen nagyjából minden körülmény között. Ugye ennek a drónnak az a különleges tulajdonsága, amit egyébként Phoenix névre kereszteltünk, és most már így lehet majd róla hallani, hogy azoknak az eltűnt személyeknek a mobiltelefonját, akiknek be van kapcsolva a telefonja, méteres pontossággal be tudja lokalizálni egy erdős területen belül. Ugye amikor valaki arra gondol, hogy egy mobiltelefont kell megtalálni, akkor mindenkinek az amerikai filmek jutnak eszébe, amikor egy piros pont villog egy kijelzőn, de valójában a valóság az, hogy amint elhagyjuk a lakott területet és erdős területről beszélünk, akkor ez a piros pont ez inkább egy nagy, több száz hektárnyi terület is lehet, hogy az adott tornyoknak a keresztmetszete hol találkozik, és ebben nyújt nekünk segítséget, hogy ezekben a nagyon nehéz percekben, amikor sietnünk kell az, hogy megtaláljunk valakit, akkor gyakorlatilag nem ezeket a hektárokat kell átkutatni élő erővel, hanem a drón képes arra, hogy lokalizálja ezt a telefont és kapcsolatot létesítsen vele, valamint megmutassa nekünk. A drón egyedülálló technológiájáról további részleteket tudhattunk meg Balázs Lászlótól. A drón nem csak telefont lokalizál, hanem vannak rajta olyan kamerarendszerek, és azért azt nem a rendszer szó, hiszen sokkal fejlettebbek, mint amire egy átlag állampolgár gondolhat. Itt ugye hőkamerákról, mindenféle alacsony fénynél is működő kamerarendszerekről beszélünk, úgyhogy élő közvetítést is ad nekünk arra a területre, amit ő megtalált. Tehát ideális esetben megtaláljuk a telefon pontos pozícióját, és ezzel együtt megtaláljuk az embert, és tudunk vele kommunikálni, ameddig a földön közlekedő csapataink odaérkeznek a helyszínre, hogy ilyenkor a rendőrségnek a munkája egészítjük ezzel a drónnal, illetve azokkal a járművekkel is, amikkel akár a sérült lehozatalát szoktuk segíteni. Úgy itt a mentőszolgálatot kell feljutatnunk helyszínre, a katasztrófán tűzoltóegységét, tehát onnantól kezdve, hogy megtalált a drón, egy egész komplex feladat vár ránk. Évente 150 alkalommal, nagyjából 150 alkalommal szoktunk segítséget nyújtani eltűnt személyek felkutatása során. Ugye itt Pest vármegyéről beszélünk elsődlegesen, és nagyjából egy 20% ennek a nagy számnak az, ami országos szinten is érint minket. Ez a drón ugye nem foglalkozik a külső környezettel, tehát ő csupán a telefont keres és a telefon szolgáltatóra próbálkozó jelentkezését segíti. Azért fogalmazok ilyen furán, mert ez egy viszonylag bonyolult rendszer, de gyakorlatilag neki nem számít azt, hogy mennyire sűrű erdőről beszélünk, tehát hogyha egy olyan telefon van, ami be van kapcsolva és hálózatra próbál jelentkezni, azt mi meg tudjuk találni és tudunk értelmes segítséget küldeni a helyszínre. A szakemberek rendszeresen felhívják a hegymászók és túrázók figyelmét, hogy veszélyes területeken mindig legyenek megfelelően felszerelve, és alaposan tájékozódjanak az időjárási viszonyokról. A legfontosabb, hogy ne becsüljék alá a terep nehézségeit, és mindig tartsák szem előtt a biztonságot. Sokszor merül fel a kérdés, hogy a túrázóknak mit javasolunk, ugye ebben az időszakban megszaporodik sajnos a baleseteknek a száma, és a javaslataink azok mindig ugyanazok évek óta, hogyha valaki elindul, akkor ne egyedül menjen. Hogyha mégis egyedül menne, akkor legyen valaki a családból, aki tudja az ő pontos útvonalát, legyen megtervezve a túra, hogy mikor indul, hova érkezik, mindig legyen nála feltöltött mobiltelefon. Ebben a korban már ugye mindenki digitális térképeket használ, de amikor lemerül a telefon, vagy nincs térerő, ezek nem működnek, úgyhogy azt szoktuk mondani, hogy kinyomtatott papír térképen szervezze és tervezze az útvonalát, illetve bármennyire is jó túrázó valaki, azért mindig 12 óra elegendő élelem és ital legyen nála, és hogyha ezek mind megvannak, akkor nem történhet túl nagy baj, ha meg mégis, akkor pedig nagyon fontos az, hogy időben hívjon segítséget, itt mindig a 112-es segélyhívón keresztül, és akkor a katasztrófa rendőrség vagy a mentőszolgálat bevonja azokat a szervezeteket, akikre szükség van. 156 ember célzott adománya érkezett be a kutatómentő szolgálathoz összesen 701 ezer forint értékben. Ebből az összegből 650 ezer forintot fordítottak egy cserépkályha megépítetésére.
az árvíz alatt sok olyan esetben segítettünk az elárasztott területen, az ártéren belül idős embereknek, akik nem akarták elhagyni az ingatlant, és nem voltak közvetlen életveszélybe. Így ismerkedtünk meg egy olyan személlyel, akiről sokan hallottak már Szentén, akár a Dunakanyarban, és Éva néni személyében, aki 92 évesen vészelt át az árvíz minden napét, ugye ebben segítettünk a családsegítő szolgálattal közösen. Viszont amikor levonult az ár, akkor értelemszerűen hozzátartozók nélkül nehéz helyzetbe került, és az épületnek a kitakarítását segítettük, illetve egy picit igyekeztünk jó irányba terelni a jövőjét, és ekközben merült föl, hogy az árvíz már 2013-ban is, de most gyakorlatilag a kegyelem döfést megadta az ő cserépkályájának, és egy közösségi adománygyűjtésbe kezdtünk. Végül több mint 150 ember és körülbelül 700 ezer forintnyi adományt adott össze, tehát ennyi gyűlt össze erre a nemes célra. Ebben megépítettük a kályhát, ami most már, ugye ma reggel voltam nála újra begyújtani, most már üzemel, ilyen szárítófűtésen, és napok múlva már normálisan lehet használni, illetve tudtunk fát venni, úgyhogy azt gondoljuk, hogy egy sikeres adománygyűjtő akció volt. Ez adomány egyébként nagyjából egy ilyen 4-5 nap alatt össze is gyűlt, úgyhogy a közösség ereje az kimondhatatlanul nagy volt most. A Papszigeten található mentőkutyás kiképzőpályát egy kicsit megviselte az árvíz. A csapat elhatározta, hogy megépítik az ország egyik legmenőbb és legjobban árvíztűrő mentőkutyás gyakorlópályáját. A Szentendrei Papsziget az egy olyan terület, amin túl sokat fejleszteni nem lehet, viszont az önkormányzattal egy együttműködés keretén belül mi karban tartjuk ezt a területet, és cserébe mentőkutyáink képzésére használjuk. Ugye az árvíz értelemszerűen lévén, hogy árterületről van szó, érintett ezt a területet. Külső segítséget nem kívánunk, vagy nem szeretnénk belevonni, mert pontosan tudtuk, hogy hova költöztetjük ezt a pályát, és pontosan tudtuk a következményt, viszont elhatároztuk, hogy itt az árvíz levonulása után sokkal szebbet és jobbat szeretnénk ide varázsolni, úgyhogy gőzerővel elkezdtünk egy olyan felújítási munkálatot, ami azt gondolom, hogy nem csak a mi célunkat szolgálja, hanem a városnak is egy szép és üde színfoltja lesz itt a Papsziget furcsa részein belül, úgyhogy arra törekszünk, hogy ez a kis pálya egy ilyen kis csoda legyen, és egy gyöngyszem a Papsziget területén. Szombaton, november 30-án 16 órakor lesz az első adventi gyertyagyújtás a faluház megújult udvarán. A Patakpart általános iskola ünnepváró műsorral készül. Köszöntőt mond dr. Deák Ferenc jegyző, illetve Varga Zoltán római katolikus plébános ünnepi gondolatait hallgathatják meg. Az eseményre a szervezők szeretettel várnak mindenkit, olvasható a város honlapján. Végül a várható időjárásról. Csütörtökön is sokfelé párásan ködösen indul a reggel. Napközben erősen megnövekszik a felhőzet, csak néhol lehetnek napos időszakok. Délutánra egyre több felé ered el az eső. Napközben a déli délnyugati szél lehet több felé élénk, helyenként meg is erősödik a légmozgás. Kora délutánra délen 10 és 14, máshol 1 és 9 fok közé melegszik a levegő. Adásunk végén következzenek még egyszer legfontosabb híreink röviden. Nyílt napon vettünk részt a Petzelt József Technikum és Szakképző Iskolában, ahol az érdeklődők tájékozódhattak a technikumi és szakképző iskolai képzési lehetőségekről. Hamarosan befejeződik a Pomázi út burkolatának helyreállítása. Csütörtök reggelre megnyílik a forgalom előtt mindkét sáv. A Pest vármegyei kutatómentőszolgálatnak a rendőrfőkapitánysággal való évek óta tartó kiváló együttműködése elismeréseként emléktárgyal, valamint elismerő oklevéllel jutalmazták a szolgálat vezetőjét, Balázs Lászlót. Ez volt mai hírmagazinunk, a Budakalász ma. Friss hírekkel legközelebb holnap este 7 órakor jelentkezünk. Maradjanak velünk, nézzék továbbra is a TV Budakalászt, mert hamarosan kezdődik Köztér című magazinműsorunk. Folyamatosan friss hírekkel, információkkal várjuk Önöket weboldalunkon, a szentendre.media.hu/TV Budakalászon. Megtalálhatók vagyunk a közösségi oldalakon, csatlakozzanak hozzánk ott is. Iratkozzanak fel YouTube csatornánkra. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Viszontlátásra!